Köszöntöm kedves nézőinket az első igazi tavaszi hónap május 3. napján, hétfőn, és miután hétfő van, itt a Hévízi Televízióban Híradó Extra a múlt hét történéseivel. A pandémia ideje alatt Hévíz a megújulásra, az arculatváltásra és a városon belüli összefogás újabb lehetőségeire koncentrált. Ennek köszönhetően felkészülten várjuk a teljes turisztikai nyitást. A múlt hét elején, a teraszok megnyitása után stúdiónkban vendégünk volt Hévíz polgármestere Papp Gábor. Részletet láthatnak a beszélgetésből. Hétvégén kinyitott az ország, megteltek a teraszok, itt Hévízen is. Hévízváros polgármestere is egy teraszon fogyasztotta el szombat délelőtti kávéját. Hihetetlenül jó érzés, azt gondolom mindenkinek és jó magamnak is, hogy végre leülhetünk egy teraszon és elfogyaszthatunk egy kávét, és láthatjuk azt, hogy az emberek is kijöhettek az utcákra, kinyitottak a teraszok, és reméljük azt, hogy jövő héten ezek a fajta engedmények tovább folytatódnak, és további üzletek tudnak kinyitni, szállodák és szálláshelyek, de mindennek a kulcsa azt gondolom a fegyelmezettség, a mértéktartó nyitás és az átoltottság. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy fogadja el az oltást az önmaga érdekében, illetve embertársaink érdekében, illetve a vállalkozások érdekében, hogy mindenki újra tudjon nyitni, újra tudjuk élni valahogy a régi életünket, és elmondhatjuk azt is, hogy itt, ahol most ülünk, Hévíz városában, egy megújult városképpel, nyitott teraszokkal, nyitott üzletekkel, betartva a szabályokat, várjuk Hévízre a vendégeinket. És akkor visszatérünk a stúdióba, tisztelettel köszöntöm Papp Gábort, Hévízváros polgármesterét itt nálunk. Egy kérdés még mielőtt a témánkra rátérnénk, hogy ízlett a kávé a szabadban? Nagyon finom volt. A magában a kávé finom volt, és azt gondolom, hogy itt a környezet, hogy végre szabadban tölthettük ezt a kávézást, vagy ezt a napot teraszokon. Elég sok kávét fogyasztottam el ezen a délelőtt, hiszen több helyre is ellátogattam, de öröm volt azt gondolom látni azt, hogy megtelt a város, vállalkozók ki tudtak nyitni, az emberek sétáltak, jól érezték magukat, és egy ilyen, mintha egy rendezvény lett volna gyakorlatilag, mondhatom azt, amit az élet rendezett most, úgy, ahogy megrendezte, de mindenképpen pozitívnak gondolom, és örülök neki, hogy ez így történt. Hát örömteli is a történés, hogy kinyithatott Hévíz, amely egyébként a pandémia alatt nem tétlenkedett, hanem a háttérben legalábbis súlyos dolgok történtek, egyfolytában készült a város a nyitásra, hogyan, miképpen, mivel. Az egyik konkrétum, amiről mi már a múlt héten szót is ejtettünk, hogy megváltozott a hévízi turisztika arculata, egyszer s mint az irányultsága is. Hát igen, ugye ez sem egyik napról a másikra történt, hiszen most már több mint egy éve nyögjük ennek a pandémiás helyzetnek a hátrányait, illetve a szabályok betartását. Egyik oldalról, a másik oldalról pedig a gazdasági nehézségeit. És hát volt egy átalakulás turizmusban, hiszen tavaly évben azért volt egy fajta nyitás, ugye ez elsősorban a július-augusztusi hónapot értem ez alatt, amikor éreztük az átalakulást, illetve mi erre az átalakulásra gyakorlatilag tudatosan is készültünk. A tudatosság az volt, hogy az elmúlt években, tehát most nem a pandémiás időszakról beszélek, hanem azt megelőzőekben, és arra koncentráltunk, mint a városi fejlesztéseknél, mint a kommunikációban, mint programokban, mint mindenben, infrastruktúrafejlesztésben és egyebekben, illetve a tárgyalásainkban is, egyeztetésekben is, a különböző vállalkozói szférák, a turizmus különböző ágazati szereplőivel, hogy
látjuk azt, hogy van igény hévízre a fiatalabb korosztály részéről is, akár belföldről, akár külföldről beszélünk, és mindenképpen ez mellett, hogy egy korosztályi átalakulás történik, ez mellett egy minőségi átalakítást, pozitív értelemben, tehát minőségi fejlesztéseket kell azt gondolom végrehajtani. Ez megint lehet az infrastruktúra, a szálláshely kiadás, az árukínálat, a kiszolgálás, a marketing és egyebek. Tehát ez egy tudatos építkezés volt, erre a pandémiás helyzet ráerősített, hiszen nagyon sok olyan belföldi vendég látogatott el hozzánk, aki eddig még nem járt Hévízen, vagy nem Héviszt választotta úti céljául, és egyértelmű volt az, hogy ezt az egészen fiatalok is megtették, és azt gondolom, hogy egy jól gondolkodó, jól reagáló településnek, marketing szakembereknek, városvezetőknek, vállalkozóknak ezt le kell reagálni, hiszen ezeket az egyszer idejövő vendéget, vagy újonnan ideérkező vendéget meg kell tartani. Ezért kellenek változtatások és változások. A beszélgetésben említett intenzív háttérmunka eredményeként együttműködési megállapodást írt alá a Hévízi Vállalkozók Egyesülete és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Ezzel a helyi vállalkozók és a város között jöhet létre hiánypótló, hosszú távú együttműködés, adtuk hírül. Megállapodást írt alá az újonnan alakult Hévízi Vállalkozók Egyesülete és a nagyrészt önkormányzati tulajdonban lévő Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Ezzel a helyi szolgáltatók és a város között jöhet létre olyan együttműködés, mely eddig hiánypótló volt. Ilyen módon tudunk még jobban és még vélhetően még eredményesebben kommunikálni, de az eredmények már láthatóak, hiszen már voltak rendezvények, ahol gyakorlatilag a város, illetve a város különböző szereplői, így az egyesület tagjai is már közösen dolgoztak együtt, vagy közösen tervezték meg, illetve segítették egymást. Az összefogás az újranyitás időszakában most kiemelten fontos, de a megkötött szerződés ennél jóval hosszabb távú lehetőségeket rejt magában. A városi rendezvények megszervezése és a marketing munka során, vagy éppen a város arculatának alakításában is. Maga a szerződés azt tartalmazza, hogy egymás rendezvényeit kibővítjük, mi támogatjuk a marketing keretünk segítségével a rendezvényeiknek népszerűsítését, valamint a hévíz.hu honlapon lehetőséget nyújtunk az egyesület tagjának a bemutatkozásra, valamint segítünk nekik például abban, hogy pályázatokat, napi pályázati híreket küldünk feléjük, de szó lehet akár, ami a legfontosabb szerintem, hogy akár heti szinten mi egyezhetünk egymással. A példás összefogást mutató vállalkozók egyesülete már most hétvégén rendezvénnyel ünnepli az újranyitást. Május 1-én és 2-án tavaszi bőrzét tartanak. Több mint 50 üzletben akciókkal és nyereményjátékokkal várják a vásárlókat. A várakozást felülmúlóan gyűltek össze a nyeremények. A nyeremények összértéke meghaladja 800 ezer forintot. Rengeteg értékes nyereményt fogunk a hétvégén kisorsolni azok között a vásárlók között, akik 1000 forintnál több értékben vásárolnak egy üzletben, vagy akár egy vendéglátóhelyen. A nyereményeket május 3-án este sorsolják ki, a nyertesek listáját az Egyesület Facebook oldalán teszik közzé. A rendezvény célja azt üzenni, Hévíz nyitva van, az üzletek és a szolgáltatók pedig várják vendégeiket. Amennyiben az oltottak száma eléri a 4 milliót, ugyan május 1-i hétvégére a tófürdő és a szálláshelyek is megnyithatják kapuikat. Az oltottsági adatok még csak közelítettek a 4 milliós határ felé, amikor beszámoltunk arról, hogyan készül Hévíz fejben és testben a védettséghez kötött újranyitásra. Szombattól újabb enyhítések várhatók a vírushelyzetben. A magyar oltási program sikerességének köszönhetően újabb lépésekhez érkeztünk a mindennapi élet és a gazdaság újraindítása érdekében. A szabadidős létesítményeket védettségigazolvánnyal lehet majd újra látogatni. Így Hévízen a Művelődési Központ intézményei is készülnek a fokozatos nyitásra. A múzeumok jelenleg átalakítás alatt állnak, így azok egyelőre még nem fogadnak látogatókat. A Városi Könyvtár azonban, amint lehet, újra várja az olvasókat.
A könyvtárban egyelőre úgy néz ki, hogy a szabályok szerint nyilvánvalóan csak az oltási igazolványra rendelkezők számára tudjuk megnyitni. Reméljük, hogy azok az olvasóink, akik főleg heti lapokat és napi lapokat járnak hozzánk olvasni, ők már rendelkeznek ilyen igazolvánnyal, és nem kell lemondaniuk erről a lehetőségről, hogyha ez tényleg majd egy lehetőség lesz. És hát a könyvkiszállítás szolgáltatásunkat viszont szeretnénk tovább folytatni. Kívülről ez látszik, hogy vannak ezek az új plakáttartók, ilyenek vannak belül is, csak nyilván beltériek, akkor 3 tévét vásároltunk. A Fontána Filmszínház újranyitása is várat magára, az intézmény ugyanis felújítás alatt áll. A mozi előcsarnoka átalakításának köszönhetően közösségi térként is funkcionál majd. Az előadás előtti várakozás mellett többek között lehetőség lesz folyóiratok olvasására is. Az újranyitáskor pedig egy friss, fiatalos dizájnnal várják majd a nézőket. Az edzőink azt jelezték, hogy akik a vírus helyzet előtt tartottak nálunk edzéseket, ők visszajönnek. A fitness termekben várhatóan csak a védettek, valamint a 18 év alatti versenyszerű sportolók mehetnek be. A hévízi bázis gymben is várják már a nyitást. Mint megtudtuk, 2 héten belül újra fogadják a sportolni vágyókat. Nagyon várjuk a nyitást, tényleg abszolút, azért ez elég húzós volt ez az időszak. Hosszú is volt, hosszabb, mint vártuk. Nem így készültünk, azon kívül szerintem mindenkiben ki vannak éhezve az emberek erre, hogy közösségben legyenek, hogy sportoljanak. További enyhítések is várhatók. Többek között látogathatóak lesznek még a védettek számára a vendéglátóegységek belső terei, a szállodák és az uszodák is, így hévízen megnyitató fürdő. A kijárási tilalom este 11 óráról éjfélre módosul, az üzletekben pedig este 11 óráig lehet majd vásárolni. Ma, azaz május 3-án kezdődött meg a tavaszi érettségi időszak. A járványhelyzet miatt néhány kivételtől eltekintve a diákok csak írásban vizsgáznak, és a biztonsági óvintézkedések sem maradhatnak el. A szokatlan helyzet ellenére a hévízi bibós diákok is igyekeztek a lehető legalaposabban felkészülni a megmérettetésre. Ez derült ki múlt heti anyagunkból. Ugyan még nem mondhatjuk, hogy véget ért a koronavírus járvány, idén sem maradnak el az érettségi vizsgák. Ezúttal is a szokásostól eltérő keretek között, de május 3-án elkezdődnek a megmérettetések. A hévízi Bibó István gimnáziumban is készülnek már a diákok, az emelt szinten vizsgázók megkapták behívójukat, valamint a személyes, kiscsoportos konzultációk is zajlanak. Alapvetően azok a csoportok jöttek be, akik fakultációt választottak, és a fakultációs tantárgyukból jöttek be, illetve azokban a csoportokban volt akár 2-3 fős összejövetel is, ahol a tanulók valamilyen problémát jeleztek. Tehát, hogyha gondjuk volt, nem értettek valamit, szükségük volt egy kis tanári segítségre, akkor ebben az esetben a tanárok megbeszélték, fogadták őket. A végzős diákok azt mondják, nehezített terepnek érzik, hogy több mint egy éve jó részt digitális oktatásban vesznek részt, mellőzve a személyes tanuló-pedagógus kapcsolatot. Teljesen más, mint a hagyományos tanítás. A tanáraink mindent megtesznek annak érdekében, hogy jól sikerüljön az érettségünk, és hogy fel tudjunk készülni megfelelően a vizsgáinkra. Egy hét múlva érettségizünk, úgyhogy most már ez itt a vége az egész tanulásunknak, de még sokat kell ahhoz tanulnunk, hogy jól sikerüljön. A vonatkozó kormányrendelet szerint, ha valaki bármely okból nem jelenik meg az írásbelin, nem pótvizsgázhat, jelentkezését törlik. Mint az igazgató elmondta, idén engedélyezett ugyanaz előrehozott érettségi, ezzel a szokásosnál jóval kevesebben élnek az intézményben. Az érettségik szóbeli vizsga része néhány kivételtől eltekintve elmarad. A szóbeli elmaradása az szerintem egy kicsit nehezítés nekem például, mert én előrehozott érettségiztem már angolból, és ott a szóbelivel javítani tudtam, úgyhogy azt azért egy kicsit bánom, hogy néhányból elmarad, viszont van olyan tantárgy, aminél lehet, hogy annyira stresszelnék a vizsgán, hogy nem tudnék megszólalni se, úgyhogy olyan, nem tudom, vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Az írásbeli vizsgákon természetesen az egészségvédelmi intézkedésekhez is alkalmazkodni kell. Ennek értelmében maximum 10 lehetnek majd egy teremben, és a minimum 1,5 méteres távolságot is meg kell tartani.
A maszkviselés a felügyelő tanároknak kötelező lesz, a diákoknak vizsga előtt és után kötelező, közben csak ajánlott. Ezen kívül figyelni kell a kézfertőtlenítésre és a testhőmérsékletmérésre is. Talentum pódium rovatunkban jelen a Pilipi Sina hévízi kisdiáktól hallgathatjuk meg Fekete István Fecskemadár című művét. Fecskemadár, Fekete István. A fűzfák akkor bontották leveleiket, a patakparton zöldülni kezdett a csalán, s egy korai lepke tántorogva repült a napsugárban. Mi a parton hevertünk. Meguntuk már a papírcsónakokat ereszteni. Néztük az eget, néztük a vizet, és jó volt elnyúlni a napon a tél sok köde borulása után. Egyszer csak barátom, Puska Péter, hirtelen felugrik, és felmutatva a levegőbe, elkiáltja magát. Fecskét látok, szeplőt hányok, és szaladt a vízhez arcát megnedvesíteni. Én utána, arcunkról lepergett a víz, és összenevettünk, mert nem volt szeplős egyikünk se. A fecske pedig kanyarodott egyet a levegőben, leszállt a patak kiöntésére, ivott a vízből, és csivitálva mondott valamit a siető hullámoknak. Péter egy nagy, gömbölyű kavicsra mutatott. Eltalálnád? El, de nem akarom. S felvettem a kavicsot. Nem találnád el, mondani könnyű. A fecske még mindig ott tagyogott a sáros kiöntésen, és nem figyelt ránk. Talán a fészekre gondolt, melyet innét rak meg ragadó sárpéppel, talán a fiaira, akik majd lesznek. A karom meglendült, a kő elrepült, s a felrebbenő kis fecskét elcsapta a levegőben. Dermedten néztünk egymásra. Vége lett a tavasznak egyszerre. A szem keserű lett, a szíven ijedt, és nehéz. Te mondtad, csak tréfáltam, dadogott barátom, aztán rohantunk a fecskéhez. Törékeny kis teste megvonaglott, szeme fájdalmasan pillantott még egyet-kettőt, szárnyai szétterültek, mintha védeni akarna valamit, aztán nem mozdult többé. Két vállamra pedig ólomcsizmával odaült a bánat. Hogy repült még az előbb ez a kedves madár? Hogy kiáltott csivitelve az ismerős vizeknek? Fészket akart rakni, és most jóvá tehetetlenül mindennek vége. Szemünket elöntötte a könny, és nem néztünk egymásra. El kellene temetni, szipogta Péter. Megijedtem. Arra gondoltam, hogy a napsugárban, kék légben szálló madár nem kerülhet a föld alá. Nem, nem, hát akkor várj! A legszebb papírcsónakot kiválasztottam. Teleraktuk apró virággal, és a reszkető kézzel ráfektettük a kis fecskét. Megsimogattuk zománcos tollát, lehunyt szemét, és vártunk. Valami hiányzott még. Az ostoba bűn renyhén feküdt még szívünkön, és Péter tért először magához. Hát akkor búcsúztassuk el. Levetette foszlott kis kalapját, rám nézett kicsit szégyenkezve, és megcsókolta a holt madarat. Odahajoltam én is, és a toll puha érintését még ma is érzem a számon. A patak halkan locsogott, amikor útra eresztettük a kis csónakot. Egy szitalkötő hintázva szegődött kíséretnek, és mi a parton levett kalappal, nagy szomorúsággal mentünk mellette. Mentünk, amíg csak be nem kanyarodott, és a patak be nem futott kis hajónkkal a nagy nádasok közé, ahol síron sziszegett a tavalyi sás, és a nádbogák némán bokoltak a felhők közé bukó napisten előtt. Azóta szívemhez nőtt nekem minden fecskemadár. Ha tavasszal érkezni látom, most is leveszem a kalapom, és most is elmondom az ősi köszöntőt.
térségünk híreit is a nyitás jegyében zajló történések határozták meg. A város újranyitására készülve Zalakaroson COVID-kartát és magatartási kódexet alkottak, amelyhez a fürdő mellett a város szállodái és szobakiadói is csatlakoztak. Adjon Zalakaros egy élményt, de ezt biztonságban. A szállodák már korábban is szigorú higiéné szabályok szerint dolgoztak, mindezt most fokozták a vendégek érkezésére készülve. Például több ponton biztosítanak kézfertőtlenítési lehetőséget, és még gyakrabban takarítanak. Ami rajtunk múlik, mindent meg fogunk tenni a vendégeink és a személyzetünk egészségének, saját magunk egészségének a megóvására. Nem lazítunk ebbe. Minden nemű fertőtlenítésnek, mint a pandémia első idejében is volt, az ütemezése sokkal sűrűbb, gyakoribb takarításokat, fertőtlenítéseket jelent. Amikor vendég van a szállodában, tehát már vendéget fogunk, a személyzet hordja a maszkot, hordta eddig is. A magatartási kódexbe foglalt garanciákat a turisták is megismerhetik, a dokumentumot kifüggesztik az alakarosi szállodák hajjában és a fürdőben is. Ha nehéz lesz, ha könnyű lesz, kötelező betartani a vendégek érdekében és a dolgozók érdekében, és azért, hogy a vírus nehogy véletlenül visszajöjjön. Ez nagyon fontos a turizmus részére, azzal, hogy el tudjunk indulni, és ne kelljen még egyszer leállni ebben az országban. Ennek érdekében az önkormányzat oltási kampányba kezdett. Azt kérik a helyiektől, különösen a turizmusban dolgozóktól, hogy aki még nem tette, regisztráljon. Az oltások jelentősen javítják az egészségügyi helyzetünket a kormány szándékaival megegyezően, és igyekszem rábeszélni az embereket arra, hogy ők ezt tegyék meg önmaguk, szeretteik és a vendégek biztonsága érdekében is. Zalakaroson arra készülnek, hogy már e hét végétől fogadhatnak vendégeket a szálláshelyeken, egyelőre azokat, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. A Föld napjához kapcsolódó programot szerveztek Zalaszentgróton. Április végén méhlegelő kiépítéssel egybekötött faültetést tartottak a halastónál. A családi pikniken kézműves foglalkozás, az ez alkalomra kiírt rajzpályázat eredményhirdetése, előadás és szemétszedés is a programok között szerepelt. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a járványügyi szabályokat fokozottan tartsuk be. Látom, nagyon fegyelmezettek vagytok, mindenkin maszk van. Zalaszentgróton a hétvégén tartották meg a Green Growth Zöld Út a Jövőbe elnevezésű programot. A családi pikniken a földnapjához kapcsolódva mélegelő kiépítéssel egybekötött faültetésen is részt vettek az érdeklődők. Az ötlet a város testvérvárosából, Germersheimból indult el. Amikor a város delegáció egy alkalommal ott járt, meglepődve látták, hogy rengeteg a gazos terület a város több belvárosi pontján, és akkor felvilágosították őket, hogy ez nem gaz, hanem ez méhlegelő. És innen indult el az ötlet, tulajdonképpen ez egy költségtakarékos zöld terület is, ugyanis a pázsitot, a gyepet 2-3 hetente nyírni kell, még egy méhlegelőt mindössze 2-szer kell kaszálni évente. A méhlegelő rengeteg beporzó munkáját segíti majd, ami a biodiverzitásunk csökkenése miatt kulcskérdés. Valamint visszatérhetnek olyan kis emlősök, rovarok, amik jellemzőek voltak erre a területre, de a civilizáció, a beépítettség miatt eltűntek. Ha tegyünk együtt, Zalaszentgrótért egyesület is képviseltette magát a programon, akik az előkészületi munkálatokban is részt vettek. Ez egy új egyesület, tavaly alakultunk, és hát hasonló kezdeményezéseket szeretnénk mi magunk is csinálni, vagy mögé állni, támogatni, hogy kicsit zöldebbek legyünk itt Szentgróton, kicsit több programot tudjunk még a város életébe esetleg kezdeményezni. A mélegelő kiépítés és faültetés mellett kézműves foglalkozás, rajzverseny, előadás és szemétszedés is a programok között szerepelt. A halastó és a kerékpárút környékét tisztították meg kicsik-nagyok egyaránt. Most, hogy így egybe gyűltünk és csinálunk dolgokat, felszedjük a szemetet, ezen segítünk a környezetnek, hogy ne legyen csúnya. És magunk körött is, hogy szép legyen, ne legyen ez, hogy szennyeznek. Most ez a zöld lerakó is ott jól lett, amit a polgármester mondott nemrég, hogy oda viszik a fát, nem égettünk, nem lesz füst, és akkor ezek így jók. És ha lehet, akkor megkérek mindenkit, aki ezt nézi, hogy ne szemeteljen. A program mottója, tegyünk együtt egy egészségesebb Zalaszentgrótért.
A rendezvény ideje alatt virágvásárral és helyi termelők termékeivel is találkozhattak az ideérkezők. Megkezdődött a 175. hajózási szezon a Balatonon. Keszthelyen is elindultak a sétahajók. A Balatoni Hajózási ZRT utazási feltételei a járványügyi helyzethez és a kormányzati intézkedésekhez igazodnak. Az idei szezonban a tradíció és a modernizáció jegyében ünneplik a Balatoni Hajózás jubileumát. Jó napot! Köszönöm szépen! Megkezdődött a jubileumi 175. hajózási szezon a Balatonon. Jelenleg csökkentett üzemmódban a járványügyi rendelkezésekhez alkalmazkodva biztosítja a Baharta szolgáltatást. Az év minden napján működő kompszolgáltatás mellett most már hajóval is elérhetőek a Balaton leglátogatottabb települései. Emellett több kikötőben sétahajózásra is van lehetőség. Jelenleg a tavaszi menetrend szerint közlekednek a hajók. Ez azt jelenti, hogy a két legforgalmasabb útvonalon járnak a településeket összekötő úgynevezett menetrendi hajójáratok. Gyakorlatilag ez a két útvonal adja egyébként a teljes személyhajózási menetrendi forgalomnak a 70%-át, így Siófok, Balatonfüred és Tihany, illetve a nyugati medencében Fonyód és Badacsony között járnak a hajók hétvégi napokon, tehát szombaton és vasárnap, mindkét partról 4 indulási időpontunk van, 2 délelőtt és 2 délután, illetve 4 kikötőben van lehetőség jelenleg szintén a hétvégi napokon sétahajózásra, Siófokon, Balatonfüreden, Badacsonyban, illetve Keszthelyen. Keszthelyen hétvégente jelenleg napi 4 indulási időpontban vehető igénybe a szolgáltatás. Itt a Helka sétahajó teljesít szolgálatot, ami szintén jubileumát éli, hiszen 130 éves születésnapját ünnepli az idei évben. Ennek keretében a hajó utasterét, a bútorzatok kárpitozását és az illemhelyeket is felújította a társaság. Én ezen kívül egy hajón voltam a Balatonon, annál sokkal szebb és nagyon kultúr, úgyhogy mindennel meg vagyunk elégedve szerintem. Jelenleg az egész hajó területén kötelező a maszk használat. A Bahart munkatársai arra kérik az utazó közönséget, hogy lehetőség szerint bankkártyával fizessenek a jegypénztáraknál. Ha települések között utaznak, akkor pedig célszerű retúrjegyet vásárolni. A hajóbüfék egyelőre még zárva tartanak. Hát igazából tavaly február óta ez az első közös program a keresztlányommal. Most sikerült találkoznunk, ő Budapesten él, én Pápáról érkeztem, és amúgy hajón dolgozom, és már nagyon hiányzott a hajózás, és gondoltuk, hogy akkor összekötjük a kellemes időt és a lehetőséget, és egy balatoni sétahajózásra benevezünk. A járványügyi helyzet javulásával, valamint a korlátozások enyhítésével az év során számos kikötői aktivitással, különböző programokkal, akciókkal fogadja majd a Bahart az utazó közönséget. Májustól már a megszokott hajózási kínálattal várja a társaság az érdeklődőket. A szolgáltatás változatlan jegyárral vehető igénybe. Május 1-e Hévízváros napja. Ezt a tavalyi évhez hasonlóan idén sem tudtuk a szokásos módon városnapi ünnepséggel és a Boldog Békeidők Hévíze rendezvény sorozattal megünnepelni. A városnapja alkalmából Papp Gábor polgármester a Hévízi Televízión keresztül köszöntötte a hévízieket. Tisztelt hévíziek! Ismét csendesen tudunk csak megemlékezni május 1-én Hévízváros napjáról. Mégsem lehetünk szomorúak vagy elégedetlenek, hiszen az elmúlt hónapokhoz viszonyítottan rengeteg előrelépés történt életünkben, és sok pozitív fejlemény városunkat illetően is. Ami a legtöbb embert a mindennapjaiban is érintheti, az, hogy végre nyitottabb számunkra a világ, és ezt a szó szerint is érthetjük. Annyi hónap kényszerszünet után és leállás után végre kiülhetünk a teraszokra, a védettségi igazolványok birtokosai számára pedig még több lehetőség nyílik meg, olyasmi, amiről november óta csak álmodoztunk. Sok vitát váltott ki, és vált ki az igazolványok bevezetése nem csak nálunk, de Európa szerte. Úgy gondolom azonban, szükség van egy fokozatosságra, ha úgy tetszik, egy biztonsági lépés beépítése ahhoz, hogy eljöhessen az a pillanat is, amikor teljes mértékben a régi életünket élhetjük
kivétel nélkül mindannyian. Mindenkinek szíve joga eldönteni, él az oltás adta lehetőségekkel, emiatt senkit nem lehet elítélni, sem az egyik, sem a másik oldalon. Összességében azonban elmondhatjuk, hogy hazánk oltási programja kiemelkedően jó, európai viszonylatban is, és sok országban hozzákezd példaként. Nem vagyok járványügyi szakember, sem egészségügyi szakértő, csak arra tudok támaszkodni én is, amit a híradásokban tőlük láthatunk, olvashatunk. Így reményekre ad okot, hogy a szakértők szerint biztatóak a tendenciák, ezek alapján május végén, június elején a harmadik hullám lecsenghet. A fokozatos újranyitás pedig garantálhatja, hogy nem lesz tartós megtorpanás a járvány visszaszorulásában, esetleg csak rövid zökkenők lehetnek a lefelé tartó tendenciában. Tisztelt héviziek! Hogy miért esetelem ilyen hosszasan az oltás ügyet, a járványügyi helyzetet? Egyrészt, mert ez szövi át most mindennapjainkat, másrészt, mert ez határozza meg városunk helyzetét, lehetőségeit, sőt jövőjét is. Az elmúlt hónapok bizony számos nehézséget hoztak Héviznek, és az sem vigasz senki számára, hogy ez alól egyetlen település sem volt kivétel. A bel- és külföldi vendégek elmaradása miatt sok vendég éjszakától estünk el, és mivel az idegenforgalma adó után járó állami támogatás is megszűnt, tartós, komoly, minimum 600 millió forintos bevétel kieséssel kell számolnunk évente a költségvetésünkben. A parkolás ingyenesi tétele az állampolgár számára jó lehetőség, és egészségügyi szempontból is indokolt döntés volt, hiszen autóval közlekedve elkerülhető a több kontaktus, városi szempontból azonban újabb bevételkiesést okozott. Vállalkozóink nehéz helyzete pedig ugyancsak rontotta a mi lehetőségeinket is. Egy általam mélyen tisztelt ember, kiváló sportoló, a nemrég elhunyt Monspart Sarolta egy interjú során így fogalmazott. Sokszor esünk le a mélybe, nem lehetünk mindig a csúcson az életben. A tanácsom az, hogy soha ne a kifogást keressük, miért nem tanulok, miért nem csinálom meg határidőre a munkámat, miért nem fogok meggyógyulni, hanem azt, hogy hogyan fogom megcsinálni ezeket. Mindig a megoldást keressük. Tisztelt városlakók! Héviz ezekben a nehéz hónapokban a megoldásokat kereste. Rengeteget dolgoztunk azért, és a többes szám alatt minden intézményünket, helyi vállalkozásunkat értem, hogy Héviz egyensúlyát visszaállítsuk. Hatalmas munkát rót ránk intézményeink átszervezése. Elkerülhetetlen volt átvizsgálni, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben hol, milyen módon tudunk gazdaságosabban működni és működtetni úgy, hogy a hatékonyságunkon ne eshessen csorba. Olyan intézkedéseket kellett hoznunk, melyek hosszú távon is megnyugtató gazdasági helyzetet teremtenek a város számára. Emiatt észre is tettük az intézmények működését, létszámát, vizsgáltuk át kiadásainkat, szerződéseinket, együttműködéseinket, támogatási rendszerünket. Fáradtságos egyeztetések után sikerült olyan megoldásokat találnunk, melyek helyre tudták billenteni a gazdasági egyensúlyt, és a következő évekre is tudunk előre tervezni e tekintetben is. Marketing munkánknak hála hatékonyan tudunk megszólítani belföldi turistáinkat, így a nehéz helyzet ellenére is az élen zárt Héviz az elmúlt időszakban a turisztikai eredményességét tekintve. A helyzet az itt élőket is ráébresztette, hogy összefogással lehet előrébb lépni, az egyéni érdekeket felülírja a közösségi érdek. Ennek a felismerésnek az egyik üdvözlendő következménye például a vállalkozók összefogása és egyre eredményesebb együttműködése a turisztikai egyesülettel és az önkormányzattal. Komoly eredménynek tartom, hogy a Héviz Gyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház új vezetésével kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani, így a közös projektjeinkben is látványos előrehaladást érhetünk el, és jelentősen javult a város, a tófürdő és a turisták közötti kommunikáció.
Tisztelt hévíziek! A nehézségek ellenére is jelentős fejlesztéseket tudunk végrehajtani városunkban, hiszen ezekhez elnyert támogatásokkal és plusz kormányzati forrásokkal rendelkezünk, a városunk önerejét a korábban felvállaltakon felül nem kellett igénybe vennünk a feladatok végrehajtásához. Örömmel jelenthetem, hogy jó úton halad az autóbuszpályaudvar áthelyezése, a Schulhof sétány átépítése, elkezdődött a termelői piac megújítása, hamarosan indulhat a Gyógyhely központi fejlesztés, megújul a Vörösmarty utca, megépülhet a Kálvária Egregyen, csodálatosan megújul és új attrakciókkal bővül a Véderdő, és hamarosan elindulhat a Városi Sport és Rendezvénycsarnok építése is. Számunkra ezek a fejlesztések minőséget, plusz szolgáltatásokat, újfajta vonzerőt jelenthetnek, melyre a következő években turisztikai szempontból valamennyien tudunk alapozni. Hiszem, hogy az összefogás, az a fegyelmezettség, az a hihetetlen csapatmunka, mely az eltelt hónapokban a hévzieket és az itt dolgozókat jellemezte, olyan erőt és lendületet adott nekünk, melyel a következő esztendőknek már sokkal jobb kondíciókkal nézhetünk elébe, és végleg felül tudunk kerekedni a járvány okozta nehézségeken. Köszönöm mindazok munkáját, akik az eddigi feladatok végrehajtásában részt vállaltak, köszönöm a város lakóinak, hogy fegyelmezett magatartásukkal hozzájárultak a sikeres járványkezeléshez, és összefogásunknak, hogy ez a város a 2020-as városnap óta eltelt egy évben hatalmasat tudott előrelépni. Sokszor hallottuk már a legnagyobb magyar Széchenyi István lelkesítő gondolatát. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Mi itt, Hévízen bizonyítottuk ezt. Kívánom, hogy továbbra is tudjunk együtt, ezért a városért, az itt élőkért együtt tenni. Boldog születésnapot, Hévíz! Május 1-én nem csak Hévízváros születésnapját, de a tó újranyitását és ezzel együtt az élet újraindulását is ünnepelhettük. Rendhagyó módon az aktualitás jegyében nem szokásos keddi híradónkban, hanem már ma láthatják a nyitás sajtótájékoztatóján készített tudósításunkat. 145 napi szünet után kinyitott a hévízi gyógytó. Május 1-én nem csak Hévízváros születésnapját ünnepelhetjük, hiszen reggel megnyitott a kapuit a hévízi tófürdő is, miután pénteken elérte a beoltottak száma 4 milliót. A sajtótájékoztatón elhangzott, mérföldkő ez a város életében, hogy 145 nap után ismét fogadhat látogatókat a fürdő. Mindenki ezt a napot várta leginkább, hiszen szinte minden szolgáltató tevékenysége összefügg a fürdő vendégek érkezésével immár több száz éve. Az érdeklődés hévíz iránt óriási, a foglaltságok a különböző szálláshelyeken óriási, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt pünkösdi időszakra, ami gyakorlatilag még egy 2-3 hét, akár már egy teltházas városról is tudunk beszélni, az akkor éppen megfelelő szabályok szerint, mivel, ahogy említettem, az érdeklődés, illetve a foglaltságok nagyon nagyok a városban. Az érdeklődést az is jelezte, hogy már a nyitás előtti percekben várakoztak a belépésre. Az első 5 vendég ajándékcsomagot is kapott, a tófürdő vezetése így ünnepelte a vendégek visszatérését. Fitman József például Veszprémből érkezett reggel, hogy hosszú idő után végre újra megmártózhasson a hévízi tóban. Eléggé fájnak a lábai minden, úgyhogy nagyon hiányzott már, hogy tulajdonképpen már nyár vége óta nem is voltam itt. És azért jöttem el, és hát minden hónapban 2-3-szor el szoktam jönni ide. Mint a főigazgató elmondta, a tófürdő már startra készen várta a nyitást, ezért is tudtak azonnal reagálni. Mindent megtettek annak érdekében, hogy biztonságos környezetben fogadhassák a vendégeket. Nagyon-nagyon megviselt bennünket az üres tófürdő látványa, nem voltunk ehhez hozzászokva, és éppen ezért nagyon nagy öröm, hogy újra kinyithattunk és várhatjuk a vendégeket. Igyekeztünk maximális tisztasággal, rendel várni az ide látogatókat. Természetesen meghatároztuk azokat a szabályokat, amely mentén biztonságosan élvezhető a hévízi gyógytó.
Meghatározták a belépők maximális létszámát, egyidejűleg 1200 fő tartózkodhat jelenleg a tófürdőn. Ezen kívül belépéskor fel kell mutatni a védettségi igazolványt, hőmérsékletmérésre és kézfertőtlenítésre is sor kerül, illetve a pihenő ágyakat is megfelelő távolságra helyezték el egymástól. A vendégek biztonságát szolgálva a tófürdő munkatársai maszkot hordanak. Jelenleg a gyógyászati szolgáltatások elérhetők, ám a Festetics fürdőház wellness részlege még nem nyitott ki. Kedves nézőink, ezek és természetesen sok egyéb más is történt Hévízen és környékén az elmúlt héten. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy felidézésükben velünk tartottak.